leminősítés után is lefelé várjuk a kamatrátát a mai napon, hiszen a Standard & Poor's pénteki döntését követően a forint nem gyengült olyan mértékben, hogy a jegybank döntéshozói ne léphetnénk meg az újabb 4%-os, vagyis 25 bázispontos kamatcsökkentést, a piac egyértelműen a 6%-os kamatot árazza a mai napra. Ezen kívül a nemzetközi piacok legfontosabb eseménye tegnap a görög megállapodás volt, hiszen sikerült az IMF-fel azt a nagyon várt megegyezést meghozni, amely alapján a görögök megkaphatják a már-már nagyon várt pénzt, és ez egyértelműen jót tett a piacoknak is, az euró erősödni tudott a dollárral szemben, és a nemzetközi piacokon a hangulat valamit javult a görög megállapodásnak köszönhetően. A hét további részében elsősorban az amerikai adatok lesznek középpontban, és ez alapján várjuk a további jó hangulat folytatódását.